Mai demonstrációnk célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy hazánkban működő osztrák fennhatóságú bankok leányvállalatainak a vezetői mekkora kárt okoznak az országnak. Különleges demonstrációm vagyunk, ugye sokan meg is kérdezték, hogy miért éppen az osztrák nagykövetségre jöttünk, miért az osztrák követség az, ahol a demonstrációt tartjuk, miért nem egy bank, vagy miért nem mondjuk valami állami intézmény. Hogy a bankok garázdálkodása az nem csak arról szól, hogy egy bank elkezd uzsorakamatot kivetni az emberekre, hanem arról is szól, hogy a mindenkori állam hagyja, hogy ez az uzsorakamat ne terhelje az embereket. Osztrák bankok, mi Sérincbe vagyunk az egyik által, ez a Sopronban, Burgenland. Nem tudom, hogy hányan vagyunk osztrák bankok által érintve itt most közöttünk. Hát az a 50-60% ugye. Buzdítunk minden hitellel rendelkező társunkat, hogy adják be, pereljék akár a bankokat, de ne úgy, hogy ők kezdeményezzék. Én azt mondom, hogy várják meg, amik kezdeményeznek velük szemben, mert sokkal jobb védekező pozícióban lenni, és onnantól kezdve pedig nyert ügyünk van szerintem. Nem kezdtek most bele a bennünket ért jogtalanságok felsorolásába, de egy személyes példát azért elmondok, hogy külföldön is lássák, nem a levegőben beszélünk. 2007-ben felvettünk 24,5 millió forint kölcsönt az Erste Bank Hungary-től. 6 év alatt törlesztettük vissza közel a felét, körülbelül 11,5 millió forintot. Most a bank szerint mégis jóval többel tartozunk, mint amennyit felvettünk, közel 40 millió forintot követelnek tőlünk. Amennyiben ezt a néhány mondatot valaki lefordítja németre vagy angolra, a hallgatóságnak biztos, hogy tátva marad a szája, csak szólok, ez nem fordítási hiba. Jól hallották, közel a fele kölcsön törlesztése után sokkal több a tőketartozás, mint felvételkor. Mindenki tudja, mi a neve ennek a pénzügyi terméknek nevezett aljasságnak. Na mi ez? Ez az uzsora kölcsön, úgy van! Ez az uzsora kölcsön. Akkor a petíciót adjátok át, és nem Zimmermann úr fogja átvenni a petíciót, mert most ő éppen nincsen itt, hanem az osztrák köztársaság ügyvédője. Tanuljuk, hogy vitatni kell a szerződést, akkor tessék vitatni. Ne várjuk meg a végét, amikor már gond van. Jó? Tehát ha valaki elakad menet közben, mert ezek a csoportok nem csak arra vannak, hogy összehívjuk egymást, és álljunk ki most egy bank, vagy tapétázunk ki egy banki rakatot, hanem arra, hogy tényleg valósan segítsünk egymásnak. Jó? Tehát arra szeretnélek kérni, hogy kérdezzetek, dugjuk össze a fejünket. Nem mindent tud, én se tudok egy csomó mindent, mert még nem csináltam, de biztos, hogy van itt közülünk olyan, aki már csinálta. Tehát ne hagyjuk, és hogyha valakiről tudunk, hogy éppen készül elveszni, akkor nyúljunk már utána, jó, és rángassuk őt vissza a hajánál fogva, mert mostanában nagyon sok ilyen volt, és én nagyon nem szeretnék ebből a jó kis gárdából senkit sem elveszíteni, jó? Úgyhogy köszönöm szépen!